szerénytelenség nélkül legyen szabad annyit mondanom, és ebben a körben, hogy semmi olyat az elmúlt évtizedekben különleges szerencsém következtében nem kellett tenni, ami egy hajszálnyira is az életutamat bármilyen szempontból úgy irányította volna, hogy egy kicsit is röstelkednem kellene. Ezt szeretném úgy hangsúlyozni, hogy ez különleges szerencse, különleges körülmények együttese volt, hogy minden nehézség és megpróbáltatás ellenére eszmélésem óta egyenes utat járhattam, és egyenes út vezethetett a politikában ide, és azt is elmondhatom, hogy amikor eljött az átalakulás időszaka, és a kerekasztal tárgyalások időszakában bizonyos értelemben előtérbe került a személyem, és az út ide vezetett, talán sokan kifelé jobban örültek volna, mint én. Sokszor hitték, hogy valamiféle savanyú Józsi vagyok, mert ritkán mosolyogok. Ez még akkor sem igaz, ha Savanyú Józsi történetesen tényleg az ükapámnak volt a bojtárja, és a Savanyú család ma is tartozik nekem 300 arany forinttal. Ezt az iratot átadtam a Veszprémi Múzeumnak. Elévült sajnos. De ennek következtében azért szeretném azt hangsúlyozni, hogy nem vagyok igazából Savanyú Józsi, és úgy gondolom, hogy nincs is hozzá közöm, de a felelősség érzet és ezeknek a nehézségeknek az érzékelése, ami reánk várt, ez mázsás súlyként nehezedett lelkemre a választások időszakát is beleértve.